Vissza a jövőbe. Talán senki nem gondolta volna, hogy 2012-ben a Fiat 126-osok láttán nosztalgia bulikat szerveznek hazánkban, amelyek egyébként népszerűbbek, mint valaha. Az agárdi 600-as, 650-es gépcsodák találkozóján a hangsúly a szereteti. Nagyon nehéz manapság olyan autót találni, ami ennyire emberközeli, mint ezek a régebbi autók. A kis Polszki az meg egy különösen aranyos a régi autók közül is. Kicsi, aranyos, egyszerű, könnyen szerelhető. Jelkép és szimbólum egyszerre? Igazából lehet, hogy pont a jelképek ellen szól, hogy minél nagyobb, minél szebb autót birtokoljunk. A minél szebbit nyilván nem az állapotára, hanem a szokásos, manapság divatos külsőségekre vonatkozik. Szegedi vendégünk Csák Miklós napi használatra is alkalmasnak találja a fityót, és mint tudjuk, egy kis Polszki tulajdonos mindig nagy igazságot mond. Igazából pénz az, ami nagyon sok idő, sokat kell rá költeni, meg hát egy kis tudás, meg egy kis szeretet. Ha valaki nagyon szeret az autóját, akkor nem, nincs az a pénz, amit ne változzon rá ilyen szempontból, meg igazából idő, sok idő, nagyon sok idő, amíg rá kell fordítani a szerelés szempontjából, hogy, mert azért sajnos ezek elég öreg autók, és ezek azért foglalkozni kell. Olaj, mi egymás, hogy valamit csinálni vele. Apa a strandon kép és hangzárt akkor csak nem 300 kicsi csoda élvezte a mennyei meleget.